A Fehér megyében található Veres patak egyre közelebb áll ahhoz, hogy felkerüljön az UNESCO világörökség listájára. Ez Bogdán Gheorgheu kulturális miniszter nyilatkozta a Gyulafehérváron tett hétvégi látogatás alkalmával. A miniszter tájékoztatása szerint a listára való felkerüléshez szükséges eljárás folyamatban van. Mint ismert, a Verespatak védett kulturális örökségi listára való felkerülését célzó eljárás 2018-ban maradt félbe. Akkor Románia visszalépett az eljárásból, és a Verespataki dosszié tárgyalásának halasztását kérte, mert tartott attól, hogy Bukarest elveszítheti azt a pert, amelyet a Gold Corporation kanadai vállalat indított Románia ellen. Bogdán Gheorgheu kulturális miniszter szerint nemrég indították újra a listára való felkerüléshez szükséges eljárást, és eddig minden az UNESCO által felállított követelménynek megfeleltek. Novák Csaba Zoltán, a parlament UNESCO bizottságának tagja szerint idén Románia újabb levélben fordult az UNESCO-hoz, amellyel újraindíthatták a listára kerülés folyamatát. A koronavírus krízis miatt elnapolták a nyárára tervezett ülést, de ez azt jelenti, hogy elviekben az ország újra fölveti a fonalát ennek a folyamatnak, és amennyiben újraindulnak ezek a nemzetközi egyeztetések, tárgyalások, akkor valóban lehetőség adódik arra, hogy ez a folyamat elinduljon, és amennyiben sikeres lesz, akkor ennek a folyamatnak a végén az egykori Verespataki római aranybányászat élelőhelyét a világörökség részévé nyilvánítsák. Ezzel szemben a csíksomlyói búcsú felterjesztésével továbbra sem foglalkozik a kormány. Az eljárás még 2012-ben Kelemen Hunor kulturális minisztersége idején indították el, de azóta egyik kormány számára sem jelentett prioritást a csíksomlyói búcsú felterjesztése az UNESCO listára. A napirendre kerülésekor a dossziéban formai hibát talált az UNESCO, ezt pedig azóta sem korrigálták. A pünkösdi zarándoklat felterjesztése azért rendkívül fontos, mert ez lenne az első erdélyi magyar érték, mely önmagában kerül fel az UNESCO világörökségi listájára, de egyáltalán nem biztos, hogy amikor ismét napirendre kerül az UNESCO illetékes bizottsági ülésén, a kormány előrelépést fog tenni az ügy érdekében.